átjönni 82-ben egy iszonyú kommunista rezsimből az anyaországba, ami a földkerekségen a legcsodálatosabb helynek gondoltam, szebb volt nekem, mint Amerika, meg drágább, utána 4 évet bőgni, és 3 nap után rájönni, hogy ez nem az a mennyország, amire gondoltam, és főleg azért nem, mert hiába lehetett sokkal több mindent kapni, meg szabadabb ország volt, meg nem tudom mi, hanem amikor, és tudom, ez már közhelyez is, ezerszer elmondtam, amikor megkérdezték tőlem, hogy én hogy tudok ilyen jól magyarul. De kinek jut eszébe egy ilyen kérdés? Tehát én nekem nagyon sokaknak soha Peti, nem jut eszembe, hogy te egyébként nem itthon született, és nincs is jelentősége számomra. Nagyon sokaknak, Peti, és talán pont ez a kisebbségi lét, azt éreztem, hogy ott is amit már mondtam az elején, ott is kisebbségben vagyok, itt is kisebbségben vagyok, és pont ezért volt bennem szerintem, és ez adott erőt, és ez adott egy ilyen iszonyú bizonyítási vágyat, majd én megmutatom. Mert jó, persze ez is egy ilyen örmény székely vonás, érted, hogy megcsinálod, meg egyedül, meg bírod, meg bizonyítani akarsz, nem tudom. Ez lehet, hogy ezt most egy filozófus, vagy egy nem tudom milyen látó, ezt vissza tudná vinni. Ez, lehet, hogy ezekben már ilyen generációs traumák is vannak, mert én pont most olvasok egyébként egy nagyon-nagyon érdekes könyvet, ami pont erről szól, hogy hogyan örökítjük tovább, és hogyan visszük tovább a traumáinkat. A transzgenerációs traumák általánosan.